Na hát, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, szevasztok, azért szép jó reggelt, mert most nekem reggel van, ezt a felvételt vasárnap reggel éjszakás meló után készítem. Az Epic Games-en kijött ez a játék, ez a Spirit of the North játék, amiről annyit tudok kizárólagosan, hogy egy rókával kell lenni, ami teljes mértékben felkeltette az érdeklődésemet, mert hát sose játszottam még rókával, múltkor játszottam macskával, hát most eljött az idő, hogy játszunk egy rókával. Úgyhogy nem tudom, hogy ki ismeri ezt a játékot. Epic Games-en jelen pillanatban ingyenes. Mindenképpen próbáljátok ki, mert jókat mondanak róla. Majd meglátjuk, hogy valóban igaz-e. Én azt mondom, csapjunk is bele. Hello mindenki, szevasztok, szevasztok. Na, akkor kezdünk egy new game-et. Bocsánat, itt a gyors váltásért. Már itt is vagyok. Na, szóval, nagy a hóesés. Elvileg a hangot beállítottam, úgyhogy az már jól fog működni. Igen, tehát itt van velünk Hook, vagy nem tudom milyen neve. Egyébként egészen jól néz ki a grafika. Meglátjuk. Elég magányosak vagyunk, úgy látom, de a zene az már most tetszik. Nagyon kis izgalmas. Bár ha én róka lennék, biztos fáznék itt fent. Na, itt is vagyunk, gameplay, meg minden. Körbenézünk, ezt meg nem én irányítom. Az valami égi jelenség. Mi lehet az? Hogy látom, kiszúrtuk. Biztos arra kell menni. Az égi jelenség felé. Látok ezt itt ide. Még hátra dobom. Egy pillanat. Technikai. Bocsánat, elnézést. Ja. Szóval, egy első fejezet. Na, aj. Hogy nézzük, hogy nézünk ki. De cuki. Nagyon cuki. Hopp. Na, próbálgassuk. Tehát van itt ugrás. Igen. Ugatás. Szépen lassan sétálás. Sprintelés. Sprintelés nincs. Jó. Akkor menjünk egyelőre arra a piros genya fele. Az nem tudom mi, valami égi. Égi áldás lesz. Egy kicsit sajnos benáthásodtam, hát jön a tél. Azért is játszok vele, mert jön a tél. Húha, micsoda kékség minden. Jó, hát veszélytelennek tűnik innen, úgyhogy reméljük, hogy az is lesz. Hát egy róka vagyok, mi más tennék, mint itt a kövek között. A hóban lapulnék, és mennék előre egy vörös izé felé, ami, vagy pink, vagy vörös. Kicsit színvak vagyok, ami az égen halad. A kék hegység felé. A furcsán kékellő hegység felé. Nem lehet sprintel? Ugrani lehet. Lutty! Lutty! Ja, megugatni. Eddig szerintem nagyon jó vagyok, tehát szerintem ilyen jól senki nem vitte a játékot, ahogy én, tehát ez szerintem ember feletti. Látszik azért, hogy gaming tehetség itt van. Na, ez egy ilyen kristályos, jeges, fagyos rész. Hát, már kezdek itthon is fázni, úgyhogy remélem kijövünk. Bemegyünk egy barlangba. Ez egy jégbarlang lesz. Cuki zene, és eltűnt a szél. Na, egy fokkal jobb. Az mi? Ez egy ilyen... Ja,
hogy ez egy csontváz, és a ruhája mozog. Értem. Jó, jó. Azt hittem átmegyünk horror játékba, de nem, nem. Úgy tűnik nem, jó. Oké. Micsoda fény technológia árad be onnan. Valószínűleg itt kell csinálni valamit, mert itt vége van, ugye? Nincs tovább, biztos valami logic feladat. Felugrok itt, nem tudsz? Milyen? Na várjatok, várjatok, első logikai feladat szerintem. Várjatok, fiad. Szóval ott ki tudnék menni, nem? Aha. Azt most ezzel mi a bánatot csináljak? Adjam oda a csontin. Lehet, oda kell adnom neki. Bár nem tudom, mit csinál vele egy csontváz, de... Ja, hogy... Ó! A spirituális! Te nem a kaszás vagy, ugye? Jó van, hát köszönöm szépen nagyon a kedvességedet. Jó van, tehát ez ilyen nagyon spirituális játék lesz. Ha valamit megtaláltam, vagy nem tudom mit jelez ez, de valami emberke alak. Jó. Nagyon cuki, ahogy ugat. Na! Kis felfede, hú, ott is van valami. Uha. Jövök! Igen. Jó napot! Az egy spirituális bab. Vagy egy gomba. Ó, egy róka. A róka, amiért pördültünk. Tehát ő egy szellemróka. A barátunk, biztos. Na jó van, ne csaljál! Ne csaljál, azért ilyeneket én nem tudok ám, hogy a levegőbe futkozok. Jó, hát gondolom nyilván követni kell oda őt. De nyilván nem azzal a technikával, ahogy ő csinálta. Vagy igen? Mert azt szerintem nem fog bejönni. Hát gondolom inkább erre kéne menni. Biztos valami lány. Spirituális róka. Aztán tetszik neki. Tuti biztos. Most hol van? Ja, itt alszik. Hát gyorsabban leértem, mint te. Fel kéne jutnom hozzá. Hogy felkelt? Hát de ott könnyű ám. Ó. Oké, oda felment a testrész. Megyünk utána. Mostanában nagyon előjönnek ezek az állatszimulátoros játékok, nem? De amúgy szerintem tök jók, tök kreatívak. Szia! Megmászom érted a legmagasabb sziklát is, ha kell. Persze, hagyjál itt végül is, csak felmásztam ide a világ tetejére, ne is foglalkozz vele. Ez... nice, GG. És merre ment a testrészünk? Itt nem tudok ugrálni, szóval nem tudok gyorsítani a dolgon. De a kontrollerem rezeg, mint az őrül. Thank you.
Igen, az biztos, hogy nagyon jó a zenei aláfestés ennek a környezetnek. Talán egy kicsit hangos is, de nem tudom. Nem tudom, hogy jó fele jövök-e egyébként. Gondolom azért nem egy nagy labirintus a játék. Gondolom végigvezetve vagyunk, vagy ilyesmi. Wow! Most hova tűnt a izé? Szellemróka csajszi. Jaj, nem ám labirintus lesz. Hogy mi? Ó, tudunk futni. De jó. Szóval vártam amúgy, hogy egy róka nem tud futni, furcsáltam, hogy csak itt sétálni, meg bandikolni tud. Bandukolni, ja. Ó! A jó öreg csúszós játékelem, de nagyon cuki, ahogy a róka csúszik rajta. Na, igen. Tehát itt most igen van. Valamit láttátok? Ott valamit kijelzett. Vagy rosszul láttam? Eskü ott valamit kijelzett. Na mindegy. És jöjjek vissza vajon? Hát gondolom vissza nem tudok. De ez vissza is csúszik. Hát vagy nem. Nem. Akkor vissza nem megyünk. Akkor itt kell valamit csinálni. Jó, legalább, tényleg legalább a játék elmondja, hogyha hülye vagy, akkor tud, hogy merre kell menni. Jó, szuper. Mármint, hogy én vagyok hülye. Ezt hogy nem vettem észre ezt az utat? Jó, tényleg nézzétek el, nekem éjszakásból jöttem, éjszakás melóból, úgyhogy lehet, hogy néha egy kicsit nem látok. Itt most nagyon csúszni kell szerintem. Ott a róka, tesó. Szevasz! Most elkaplak. De nézzek, hogy csúszik. Nagyon cuki. Wow. Még a falon is csúszok, mindenhol. Megint vannak ilyen csörgő, zörgő. Itt megint csúszás lesz. Azaz. Snowboardozás. Róka snowboard. Hú, ez valami csúszda lesz, alagút csúszda. Hú, itt most biztos, hogy valahol kiukadunk. Hoppá! Húha, ott van az a izé, nem tudom, tejútrendszer, vagy nem tudom, mi akar az lenni. Az elég menőn néz ki a táj, ha megnézitek. Szép játék amúgy. Jó, nagyon jó hangulata van. Még így éjjeles műszak után is. La 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 la. Imádom, hogy néha így beindul a zene. Valami komoly akció történik. Most nagyon haladunk lefele amúgy. Itt van valami. Nézzünk körbe. Ilyen romok. Nála, aha, megint egy csonti.
Most... Wow! Most rendesen beszartam. Ne ijesztegessé, hallod? Fel tudok hozzá menni? Csak egy puszit akarok neki adni. Szia! Hát nézzünk be ide. Aha, itt van a botja. Nem tudom felvenni. De. A bot, odaadjuk öregnek. Úgy is van. Öreg sámán segít nekünk. Szevasz, kaszás! Na nyissál meg valamit. Igen. Igen. Rendben. Köszönöm a semmit. Kettő kaszást megtaláltunk. Tudom, furcsa, szerintem fel lehet ugrálni. Jó, vagy kicsit furcsa az ugrálás. Na mindegy, engedjük el. Ja, hogy ő már odáig elment. Jó van, na. Hadd fedezzem már fel a játékot. Ne siettessél már. Oké, ez... Majdnem azt mondtam, ez párzásra húzó hang, de nem, nem. Csak egy kicsit körbenézek, hogy mi erre a helyzet. Ja, nem enged a játék tovább. Jó van, na. Akkor csúszunk. Azt hittem eltörik a lába. Már olyan ferdén esett. Na, hello! Megjöttem. Mi a helyzet? Mehetünk? Gyere utánam. Megmutatom, merre kell menni. Erre kell jönni, látod? Csúsz utánam. Húha, megváltozott a zene. Jó, a rókapajti jön utánunk. Azta. A csúnya zene. Kis bunda. Bundából a vizet kipréselés. Na, ezt jól elmondtam. Aha. Értem. Egészség. Jó, tehát... igen. És mi történt? Meghaltam. Lefeküdtem aludni. Azok mik azok a piros izék? Oké, tehát a piros izébe nem szabad belemenni, de ha belemegyünk, akkor segít a róka csajszi barátunk. A kék vizéjével. Jaj, szegény. Segíts nekünk. Na, jól vagyunk, hál' Istennek. Sántító? Jaj, sántítunk. Jaj, szegény. Nem is tud futni. Jaj, az első jobb lába fáj neki. Kicsit furi a hó. Na jó, nem akarom végigpofázni az egészet hülyeséggel amúgy, mert ezt a játékot élvezni kell.
De most nézzétek meg, milyen cukik vagyunk. Na, már megint kezdi a izét, a levegőbe sétálást. Hú, itt ez egy izé, róka, atya, úristen szobor lesz. Majd ő meggyógyít. Wow, mozi! Aha, tehát a hegyek, vagy hegyek között a róka pajti vándorolt. Váltok egy pillanat? Azt kell megnéznem. Igen, jó. Ha belemegyek ebbe a vízbe, ez gyógyvíz? Nem. Gyógyvíz. Igen, látom, látom. Te vagy a repülő róka. Ezt felfogtam. Beszélgetek vele. Tehát itt vannak ilyen emberek, igen, és róka pajti repül a házak felett. És az emberek lent vannak a házak alatt. Valami elől menekülnek. Ez meg egy... hát ez egy pont az. Igen. Ez pont az. Várj, ott az emberek ott imádkoznak. Az egy macska, vagy mi? Vagy ez egy róka? Tehát róka istenhez imádkoznak. Aki fenn van a hegy tetején. La 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 la. Na itt is van valami. Ez piros, ez nem jó. Ettől félünk. Igen, itt azt látjuk, kérem. Hogy az emberek sírnak, és eltűnt a... mert eltűnt a róka istenük. Igen. Hát meg kitölt egy vulkán talán, és az emberek a vulkán miatt rikirotyi? Nem tudom. Egyre jobban sántítunk, nem? Hát ez szomorú. Bár még nem nagyon értem, de szomorú. Meg itt mindenhol csontvázak, meg ilyenek. Lehet, hogy... az mind csontváz? Ja, nem, azt hittem. Milyen horror játék ez? Ott van egy bot, azt már látom. Ezt visszük is. Nem tudom elvinni. Jövök. Aha, tehát felégett a városuk, és lent vannak a föld alatt. Úgy láttam, a föld alatt is fekszenek elég rendesen. De várjál, a város felett meg ott ilyen hegyek vannak, vagy mi van? Igen, lángol a botunk, nem? Kaszás. Igen. Aha.
Tehát olyan, mintha én ezeket az embereket felszabadítanám, nem? Nem olyan? És nekem kicsit úgy tűnik, hogy így felszabadítom őket. És tovább mehetnek. Vagy nem tudom. A botot azt pontosan nem értem, hogy miért bottal tudom őket felszabadítani. Igen. Elfáradtunk, szegény. És remélem meggyógyulunk. Nagyon kidőltünk. Ajaj. Valamiféle spirituális cuccal meggyógyít minket. Önmagával meggyógyított minket. Vagy belénk öltözött. Most lehet belénk öltözött. Ja, mert világítunk mind a izé. Hogy belénk költözött lehet. Wow! Fúha. Na jó van. És most hova tovább? Most végig jó fele jövök, vagy? Váltok, az a baj, nem tudom, hogy jó fele jövök, mert szerintem miért kéne visszajönni? Gyorsan elnézek arra, de ma hagytam el valamit. Vagy ilyesmi. Bár furcsán nagyon könnyen engedi a játék, de szerintem biztos nem visszafele kell jönni. Nézzük, mi van erre. Aztán lehet. Nem, nem, felfelé kell menni. Azért mondom, furcsa lett volna. Vagy mégse? Ó. Ja, értem. Oké, akkor vissza.
Piripi. Na, most átjöttünk. És most nincs bennünk a róka istenség. Ez már egy fokkal barátságosabb környék. Nek tűnik. Ó, igen, ugrani már tudok. Köszönöm, játék. Jön utánunk a róka tesó. Jössz? Gyere! Itt kéne átugrani? Easy? Easy. Wow, de jól néz ki. Igen. Pedig annyira rókának éreztem már magam. Én nyomom a B-t, de nem történik semmi. Na, itt valamit csinálni kell. Jó napot kívánok. Úszni is? Azt nem hiszem. Mármint víz alá merülni. Ja, hogy így kinyílnak, aha, értem. Feltámasztja ezeket a virágokat. Viszont akkor így lehet, hogy egyet kihagytam talán. De nem, ezt nem tudja feltámasztani. Hát jó, azt mondja, menjek utána. Igen? Igen, tehát fent vannak ilyen szentek, igen. Mamma mia, aztán most merre menjek? Itt van egy izé. Fel kell szabadítani. Neked valami botod van valahol. Hol? Nem látom. Nem, ennyire nem kell jumpolni.
Nézzük meg azt. Aha, zsír. Azt oda, hogy is mentem fel? Azta. Miket jumpolgatok? Csoda? Szerintetek? Lehetetlen mi? Hát az. Ja, azt már, már megbűvöltük. Akkor ez volt itt, ugye? Ja nem, az. És akkor biztos itt lesz majd a botja valahol. Igen. Emelkedik a vízszint, nagyon jó. Hogy mire azt nem tudom, de valamire nagyon jó. Hogy ide bemenjek. Aha, az ennyi? Valamit nem látok. Azt nem tudom elhinni, hogy ez csak ennyi. De fel tudtam eddig jönni. De követni kell ám azt a izét, aztán kész. Szerintem. A fénygömböt kell követnem. Itt a bot. Már szerintem először oda kéne adnom a botot. Húha, csak kérdés merre volt? Az a baj, itt a szikla rengetegbe teljesen elvesztem. Igen. Ez én voltam, köszönöm, én döntöttem ki. Nézzük meg erre. Igen.
Merre kell menni, Fityula? Most egy kicsit megrekedtem. Sorry. Erre mentünk fel. Nézzük meg erre, mi van. Hogy látom az égvilágon semmi. Mindegy, betöltjük ezt. Igen. Valószínűleg ezt kellett végigcsinálni, csak megint túl kombináltam a dolgokat, de mindegy. Na, erről nem volt szó. Hol lehet ez a csontváz? Tűha! Lehet, hogy így a virágokból kell összegyűjteni valamit, és úgy tudom ezeket a... Jaja. Cseszek, mennyire lesz így értelme, hogy cipelem ezt a batot folyamatosan. De megint össze kell magam szednem. Kell növényt találni valahol. Vagy, ha abból kiveszem, ki tudom venni. Vagy akkor visszamegy minden? Nem maradt úgy. Ide is kell.
Most ebből nem kapok olyan energit. Ezt letesszük. Ebből meg is jött az energy. Előbb melyik volt az? Jó. Erre jöttünk, igaz? És akkor itt kellett valahol? Vagy hol is volt? Vagy ez volt-e? Jó, megnézzük, mi a helyzet arra. Kösz szépen. Elvihettem a cuccot? Ha nem, akkor visszamegy a víz. Úgyhogy ezt már beaktiváltam. Kezdek megkeveredni. Érzem. Hát, hogy oda le kéne mennem. Mi baj lett? Ennyi. 200-ig. Na, ebbe is kell valami. Kivehetem. Egyedül azt a bácsi sajnálom, hogy ott hagytuk, mert ezt oda vihettem volna neki, ezt a botot. De olyan, mintha most aztán nagyon elhagytuk volna, mert aztán már közelbe se vagyok.